Üdvözlünk titeket a Tikitaka TV-n, ahol ebben a videóban az Unibet támogatásával 10 olyan klasszist mutatunk be nektek, akik szerintünk a nem is olyan távoli jövőben aranylabdát nyerhetnek. 10. Nicolò Barella. Cagliari szülötte még mindig fiatal, 24 éves csillagnak számít az olasz futballegén, de már régóta úgy tartják, hogy ő ragyoghatja be tehetségével úgy a nemzet labdarúgását, mint egykor Andrea Pirlo vagy Alessandro Del Piero. Nicolò Barella az U15-től az U21-esig minden korosztályos válogatottban megfordult, majd mindössze 20 évesen a felnőtt válogatottba is meghívót kapott. Az olasz futballban ritkább, hogy fiatalok könnyen érvényesülni tudnak, de Barella számára mindez természetesen működött. 18 volt, amikor a Cagliari színeiben debütált a Serie A-ban, amelyben immáron 170 meccs felett jár. Tavaly az Inter 32 millió euróért szerződtette végleg, miután egy évvel korábban már kölcsön vette, az előző idényben pedig a 10 gólpasszával és nélkülözhetetlen szervezőkészségével kulcsfigurája volt az Inter bajnoki címének, amellyel a Juventus 2012 óta tartó egyeduralmát törték meg Olaszországban. Barella a nyári Európa-bajnokságon győztes olasz válogatottban is fontos szerepet töltött be, abszolút kezdőjátékos volt és csapata egyik legnehezebb meccsén, a negyeddöntőben Belgium ellen ő jelentette a különbséget, az olaszok 2-1-es győzelméhez góllal és gólpasszal járult hozzá. Az olasz futballból az utóbbi 10 évben kikoptak az igazán nagy egyéniségek, a mostani EB arany is inkább csapatdiadal volt, szemben a 2006-os VB győzelemmel, amikor kiöregedő világklasszisok fejére került a korona, de Barella visszahozhat valamit a régi, dicsőséges időkből. 9. Jack Grealish. Nézzük a szikártényeket. Tavaly szeptemberben csaknem 25 éves volt, amikor először pályára lépett az angol válogatottban, nemrég pedig majdnem a 26-ot is betöltötte már, amikor először futballozott a bajnokok ligájában. Ennek ellenére Jack Grealish jelenleg a valaha volt legdrágább angol labdarúgó, miután a nyáron a Manchester City 117,5 millió euróért szerződtette az Aston Villától. Mi a titok? Későn érő típus? Hol volt eddig? Nos, a válasz egyszerű. A tehetségét sosem lehetett megkérdőjelezni, a profi hozzáállását viszont igen, és ez gátolta sokáig a berobbanását. Már 16 évesen kerettag volt az Aston Villában Premier League meccsen, majd a pályán is bizonyított, azon kívül viszont nem bírt magával. Féktelen bulik, ittas vezetésért bevont jogsi, karantén időszakban kihágások egész sora, vagyis Jack Grealish igazi botrányhős. De közben kiváló labdarúgó is, aki a jobb lábával olyan váratlan húzásokra képes, mint Lionel Messi. Talán épp ezért szeretett bele a játékába Pep Guardiola is, aki nem csak a Manchester City pénztárcáját nem kímélte a megszerzéséért, de egyik legjobban teljesítő játékosát, Raheem Sterlinget is hajlandó a kispadra száműzni miatta. Grealish most először játszik top csapatban, és ha él az eséllyel, a markáns popstár karaktere csak a segítségére lehet abban, hogy még magasabbra jusson. Nem csak a klubjával, hanem a nemzeti csapattal is benne van a pakliban egy olyan kifutott eredmény, amelynek a végén az aranylabda közelébe kerülhet. 8. Gianluigi Donnarumma. 2017-ben történt, hogy az U21-es Európa-bajnokságon az olasz csapatkapuját védő Gianluigi Donnarummát játékpénzzel dobálták meg a dühös milánói drukkerek, akik emellett egy Donnarumma feliratú transzparenssel is félreérthetetlenül üzentek az általuk pénzéhesnek vélt 18 éves kapusnak. Már akkor felvetődött, hogy a játékos minden hájjal megkent ügynöke Mino Raiola elviszi az AC Milántól védencét, de akkor végül lecsillapodtak a kedélyek és maradt a helyén Donnarumma, akit 2015 októberében mindössze 16 évesen dobott be a mélyvízbe a Milán akkori edzője Siniša Mihajlović a Serie A-ban. Méghozzá nem sokkal korábban még a Real Madridban parádésan védő Diego Lopezt a kispadra száműzve miatta. Donnarumma tehetsége csak úgy, mint a nagy elődnek tartott Gianluigi Buffoné egyből megmutatkozott. Kisvártatva a Serie A és a Milán egyik legjobbja lett, az elmúlt nyári Európa-bajnokságon pedig nem csak vezére volt az aranyérmet megszerző olasz válogatottnak, hanem egyenesen a torna legjobbjának választották meg. Ez volt az első eset, hogy kapus érdemelte ki ezt az egyéni díjat. Az aranylabdát sem kapják meg gyakran kapusok, ez eddig csak egyszer fordult elő, amikor 1963-ban a szovjet Lev Jasin volt a díjazott. De épp az EB mutatta meg, hogy a kapusként még mindig elképesztően fiatal, 22 éves Donnarumma lehet a tabu döntögető. Főleg, ha a új klubjában, a Paris Saint-Germainben hozzá tudja tenni a várva várt BL győzelemhez a szükséges pluszt, ami eddig hiányzott a párizsi csapatból. 7. Marcus Rashford.
Sokszor nem csak a pályán nyújtott teljesítmény segíthet hozzá egy labdarúgót az aranylabda elnyeréséhez, hanem a személyek körül kiépülő kultusz, sztárolás, marketing, hype vagy imázs is lehet az az extra, ami a sikerhez kell. Erre nem mindenkinek van szüksége, lásd az erősen introvertált Lionel Messit, aki a pályán kívül meglehetősen szintelen szaktalan figura. De ott van az örökös ellenpólusa, Cristiano Ronaldo, akinél szerepet játszott a popsztárokat lepipáló félisten szerep is, persze semmiképpen sem lekicsinyítve a pályán nyújtott teljesítményét, de az összképet nézve egyértelműen kiegészítette azt. Másképpen mégis valami hasonló van készülőben Marcus Rashfordnál is. Kezdjük ott, hogy a 23 éves támadó alig, hanem a fiatal Ronaldo óta a legnagyobb tehetség, aki magára öltötte a Manchester United mezét. Már is van több mint 270 meccse, több mint 50 gólpassza és közel 100 gólja a csapat színeiben. 2016-os debütálása óta Rashford volt a fény a mindinkább hosszabb alagút végén, amelybe a vörös ördögök Sir Alex Ferguson visszavonulása után kerültek. Ha a sérülések nem veszik át az irányítást a pályafutása felett, akkor minden esély megvan arra, hogy Rashford egy újra megerősödő Manchester Unitedben beteljesíti a sorsát, és a világ egyik legjobb csatára lesz. Ezzel a pályán nyújtottak mellé tehetnénk is egy pipát, és nála ugyanúgy ott van a pályán kívüli faktor extraként, mint Ronaldónál. Rashfordot például nemrég díszdoktori címmel tüntette ki a Manchesteri Egyetem a kiemelkedő jótékonykodását díjazva. Önmagában az is dicséretre méltó, hogy a pandémia idején egymaga több mint 400 ezer gyermek étkeztetését fizette ki Angliában, de itt nem áll meg. Már-már aktivistaként lobbizik a szegényekért, ha kell, az államnál is. Olyan szerepet vállal, amit csak nagyon kevés élsportoló, és ez teszi őt igazán különlegessé. 6. Vinicius Junior. Még csak 17 éves volt, amikor a Real Madrid 61 millió euróért leigazolta a Flamengótól 2017-ben, de csak a rákövetkező évben csatlakozott a királyi gárdához. Így éppen elkerülte példaképét Cristiano Ronaldót, aki azon a nyáron távozott Madridból a Juventusba. Bánhatta is, meg nem is ezt Vinicius Junior, aki előtt így szabadabbá vált az út a Real kezdőjébe, amelyben mindössze fél év után meg is találta a helyét. Mint sok fiatal labdarúgónak, neki is hullámzó a teljesítménye, talán többet vártak tőle, mint amit 21 éves koráig eddig felmutatott, de az egyértelműen látszott, hogy a technikai képzettsége és a sebessége megvan ahhoz, hogy nagy sztárrá váljon. A kérdés az, hogy Robinho sorsára jut majd, azaz a Realból szépen elkallódik, vagy ellenkezőleg él a bizalommal, és ha kis fázis késéssel is, de elkezdi betölteni a Ronaldo távozásával még mindig tátongó űrt a Santiago Bernabeu-ban. A jelenlegi idénye mindenképpen bíztató ebből a szempontból, hiszen már is több gólja van, mint a korábbi három teljes szezonja bármelyikében a Realban. Ne feledjük, még mindig fiatal, gyűjtögeti a tapasztalatokat, és ha egyszer beindul, egy hozzá hasonló cselgép nagyon hamar képes kitűnni a tömegből. Ronaldinho-t és Neymart imádták Spanyolországban, igaz Barcelonában, de a recept Madridban ugyanúgy működhet, Vinicius adottságai pedig megvannak hozzá. És az sem valószínű, hogy könnyen feladná. Miután leigazolta a Real, első dolga volt, hogy a São Gonçalo-ban élő családtagjait átköltöztette Rio de Janeiro biztonságosabb nyugati részére, ugyanis a favelák közelében gyerekként sokszor puskaropogásra aludt el, és féltette az ott élő szeretteit. Vagyis minden góljának komoly, személyes tétje van. Látogass el a büntető.com-ra és olvass exkluzív interjúkat a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel. Emellett elemzésekkel, sportszakmai tartalmakkal, könnyed ismeretterjesztő cikkekkel és portrékkal is találkozhatsz. A linket keresd a leírásban. 5. Joshua Kimmich. Az idei aranylabda díj szűkített listájára nem került fel Joshua Kimmich, amit a Bayernes vezetőedzője Julian Nagelsmann a következőképpen nyugtázott. Azt mondtam neki, hamarosan összehozzuk, hogy rajta legyen azon a listán. A 26 éves középpályás nem az egyéni sztárjátékos típus, hanem ízig-vérig csapatember, aki elsősorban nem a góllövésből, hanem a melóból veszi ki a részét. Azonban Kimmich jóval több egyszerű zongora cipelőnél, nem véletlenül hasonlítják sokan Philipp Lahmhoz, akiről Pep Guardiola azt mondta, hogy a legintelligensebb labdarúgó volt, akivel valaha együtt dolgozott. Értitek? Nem Messi, nem Iniesta, nem Xavi, hanem Lahm. Kimmich nem csak abban hasonlít a nagy elődre, hogy jobb hátvédként és belső középpályásként is klasszis teljesítményre képes, hanem abban is, hogy abszolút vezéralkat. Lahm ugye csapatkapitánya volt a 2014-ben világbajnok német válogatottnak és az egy évvel korábban BL győztes Bayern Münchennek is. Kimmich egyelőre nem viseli a karszalagot egyik helyen sem, legfőképpen Manuel Neuer miatt, de az idő neki dolgozik, övé a jövő. És ő talán
harsányabb vezér is, mint amilyen a mindenki által tisztelt, de mégiscsak visszahúzódó Lahm volt. Ne feledjük, a német futball legutóbbi két aranylabdása, az 1996-os győztes Matthias Sammer és az 1990-ben kitüntetett Lothar Matthäus sem ronylábú zseniként, hanem sokkal inkább markáns karakterként érdemelte ki az elismerést. Kimmich német válogatottként és a Bayernben vagy onnan tovább lépve is jó helyen lehet ahhoz, hogy egy jövőbeni nagy siker után pályázzon az aranylabdára. 4. Pedri. Látták, hogyan játszott Pedri az Európa-bajnokságon? Az ő korában senkit sem láttam még ennyire éretten futballozni. Még Andrés Iniesta sem volt ilyen jó ennyi idősen. Elképesztő, szinte irreális az, ahogyan teljesít a pályán. Nem mi mondjuk, hanem Luis Enrique, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya fogalmazott így Pedriről a nyári Európa-bajnokságon. Az elődöntőig jutó spanyol csapatban egy perc hiány mind a 6 meccset végigjátszotta, és sokan Iniesta, illetve Xavi utódját látják benne a Barcelonában. Vigyesszünk is ide egy vonatkozó adatot az EB-ről. 465-ször passzolt és 429-szer társhoz, ami fantasztikus 92%-os pontosság. Erre bizony az Iniesta Xavi kettős is csettintett volna fénykorában. Tovább növeli Pedri népszerűségét, hogy nincsenek sztár allűrjei, sőt, sokaknak épp azért is szimpatikus, mert nem szállt el a hirtelen jött hírnévtől. Az előző BL idény kezdetének egyik emlékezetes története volt, amikor a Ferencváros ellen 5-1-re megnyert csoportmérkőzésen megszerezte első gólját a legrangosabb európai kupasorozatban, úgy, hogy egy nejlonzacskóval a kezében érkezett a meccsre, majd menő sportkocsi helyett taxival távozott a stadionból. Mint egy átlagember, átlag feletti képességekkel. Az sem lehet véletlen ugyanis, hogy a 18 éves középpályás az első labdarúgó, akit egyszerre jelöltek az aranylabdára, a legjobb 21 éven alulinak járó Copa díjra és a Golden Boy díjra is. Idén elsősorban még utóbbi kettő elnyerésére van esélye, de előbb-utóbb az elsőben is eljöhet az ő ideje. Ha másért nem, a díjat soha meg nem kapó Iniestáért és Xaviért. 3. Ansu Fati. 8 darab Barcelona mezt vásárolt Bori Fati a család tagjainak, miután kiderült, hogy a fia örökölte meg a katalán klubban a 10-es mezszámot, a PSG-be távozott Lionel Messi után. A bissau-guineai bevándorlónak talán eszébe jutottak azok az idők, amikor még maga is futballozott a portugál alacsonyabb osztályban, vagy amikor Sevillában sofőrként próbálta megkeresni a napi betevőt a családnak, amelyben a kis Ansu is felnőtt. Ma pedig a világ egyik legikonikusabb mezére, a Barcelona 10-esére, amelyet korábban nem csak Messi, hanem olyan csillagok viseltek, mint Ronaldinho, Rivaldo, Maradona, Stoichkov vagy Kubala László. Az van írva, hogy Fati. Hogy mekkora elismerés ez a 18 éves támadónak, nem kell ragozni, főleg annak fényében, hogy úgy kapta meg a 10-est, hogy 10 hónapig nem is futballozott sérülés miatt. Az előző idénye lényegében ment a kukába, ennek ellenére mindenki meg van győződve arról, hogy ő a La Masia régóta várt új világklasszis növendéke. 2019 nyarán mindössze a második spanyol bajnokián már meglőtte az első gólját, és azzal az Osasuna elleni találattal 16 évesen és 304 naposan a Barcelona valaha volt legfiatalabb gólszerzője lett. Később is bizonyította tehetségét, olyan jól játszott, hogy a tavalyi sérülés előtt már a spanyol felnőtt válogatottban is debütált, amelyben ugyancsak a második meccsén már is megszerezte az első gólját. A 10-es mez azonban elvárásokat is támaszt felé, nagy kérdés, hogy a hosszú sérülés után ezeknek hogyan tud megfelelni. Ha képes lesz rá, akkor a határa csillagos ég, akár csak Messinek annak idején. 2. Erling Haaland. Apám mindig azzal henceget, hogy gólt lőtt az Anfield Roadon, most már visszavághatok neki, én is, mondta széles mosolyjal a száján Erling Haaland, miután 2019-ben a Salzburggal ugyan 4-3-as vereséget szenvedett a BL címvédő Liverpool otthonában, de az osztrák bajnok titánjai mindenki elismerését kivívták azzal, ahogyan 3 gólos hátrányból ki tudtak egyenlíteni. A kisebb fajta csodával felérő egalizálás és az ideiglenes 3-3-as állás éppen Haaland góljával alakult ki. Ha nincs ez a gól, valószínűleg senkinek sem jut eszébe az apuka, Alf Inge Haaland 1997-es találat az Anfield Roadon, amely csak szépségtapaszt jelentett a Leeds United számára, ugyanis Michael Owen és Robbie Fowler vezérletével sima 3-1-es győzelmet aratott a Liverpool. Az álmom, hogy a világ legjobbja legyek, de több millió fiatal labdarúgó ugyanerre vágyik, úgyhogy első lépésben az a célom, hogy jobb legyek, mint amilyen az apám volt. Neki 181 meccs jutott a Premier League-ben, így például az lett az egyik célom, hogy nekem ennél több legyen.
magyarázta Erling akkoriban. Még csak 21 éves és egyetlen Premier League meccse sincs, de már bizton kijelenthető, hogy túltett az apján. Van ugyanis körülbelül 500 meccse a Bundesligában, és ugyanennyi gólja. Dortmund pedig egész biztosan nem pályafutása csúcsa lesz, csupán az alaptábor. A csatár, akiben ötvöződik Robert Lewandowski precizitása és Zlatan Ibrahimovic vagánysága, egyértelmű aranylabda várományos a jövőre nézve. Első, Kylian Mbappé. Lionel Messi ma még alig, hanem udvariaskodásban mondja azt, hogy Kylian Mbappé-nak adná az aranylabdát, hiszen csak nemrég igazolt a PSG-be, és még egy akkora sztárnak is kellenek a piros pontok az öltözőben, mint amekkora ő. Ugyanakkor nehéz elképzelni, hogy a következő 5 év egyik aranylabdását ne úgy hívják, hogy Kylian Mbappé. A francia támadó még mindig csak 22 éves, de már most annyi és olyan trófeája van, mint másnak egész karrierje alatt se. Világbajnok és 4-szeres francia bajnok, 3-szoros ligöngól király. Apropó gólok, már több mint 160-szor ünnepelt klubkarrierje alatt. És akkor megismételjük, még mindig csak 22 éves. Persze Mbappé sem tökéletes, sokak szerint kicsit elszállt vele a ló a 2018-as VB után, amelyen az aranyérmes francia válogatott egyik legjobbja volt. Neymarral cica harcot folytatott, hogy melyikük legyen az alfahím Párizsban, Messi érkezésével pedig csak bonyolódott a helyzet, de Mbappét nem hagyja meg az argentin 6 aranylabdája, akkor sem mindig passzol neki, ha az lenne a jobb döntés. Forró fejű, de még fiatal. Emlékezzünk csak, milyen volt Cristiano Ronaldo fiatalon. Mbappénak egyre nagyobb szüksége van a környezetváltásra, mert a francia ligát kinőtte. Ha mondjuk leigazolja a Real Madrid, amelyet a legkitartóbb kérőjének tartanak, ott kiteljesedhet, és akkor már senki szájából sem csak udvariasságból hangzik el majd a neve az aranylabdával összefüggésben. Ez volt tehát a 10 olyan klasszis bemutató videónk, akikből szerintünk a jövőben aranylabdás válhat. Ha van olyan játékos, akinek szerintetek helye lenne ezen a listán, írjátok meg a videó alatt kommentben. Ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további focival kapcsolatos tartalmakért iratkozzatok fel a csatornánkra.